Tavaly június végén óriási vihar csapott le Ceglédre, hatalmas széllel érkezett az ítéletidő, egy este alatt annyi eső esett, mint máskor egy hónap alatt. Az egész városban óriási károkat okozott a vihar. A Budai úti fürdő alagsorában kidöntött egy falat, és gyakorlatilag a plafonig állt a víz. A gépészetben hatalmas kár keletkezett, ami azt eredményezte, hogy a nagymedencét nem lehetett használni. Ma a polgármester dr. Csáki András a helyszínen tájékozódott arról, hogyan haladnak a helyreállítási munkák. A fürdő vezetőjével Szűcs Ádámmal járták be az alagsort, ahol a kidőlt falszakaszt már újjáépítették, jelenleg a gépészeti rész felől zajlanak a vakolási szigetelési munkálatok. A gépészeti berendezések helyreállítása is folyamatosan tart. A cél, hogy a nyári szezon kezdetéig végezzenek, és újra használhassák a vendégek az úszómedencét is. Erre minden esély megvan, ha a tervek szerint tudnak haladni, és az időjárás is megengedi. A pünkösdi hosszú hétvégén, május 18-án már birtokba vehetik a látogatók, az összes többi kültéri medencével együtt a nagymedencét is.